Összegyűltek a bortermelők Bonyhádon. A borversenyre összesen 111 mintát adott be 22 termelő. Ebből 42 üveg fehér bort, 56 üveg vörös bort és 13 üveg rozét neveztek be a versenyre. A Tolnai borvidéknek három hegyközsége van, de a Völcségi hegyközségből küldték az utóbbi években mindig a legtöbb mintát a borvidéki borversenyre, ezért gondoltuk, hogy az idén egy kicsit más formában a Völcségi borversennyel együtt tartjuk meg, és annyiba is változtattunk a lebonyolítási szisztémába, hogy az eredményhirdetés egy vacsorával zárul, hogy a termelők üljenek le, beszélgessenek egymással egy kicsit többet. Azok a termelők jönnek el, akik a boraikat benevezték, ez tulajdonképpen, ha nézem, Bonyháttól Dunaföldvárig voltak termelők, úgyhogy bízom benne, hogy mindenki részt vesz az eredményhirdetésen is. Látszik, hogy ennek a borvidéknek a fajta összetételében, amiket versenyre küldtek, a mostani igényeknek megfelelő, tehát piacos jó fajtákat teremtettek a szőlőtermelők. A megmérettetésen a Völcségi, a Paksi és az Északi-Tolnai hegyközség termelői vettek részt. Akadt olyan is, aki a visszajelzések miatt nevezte be a borversenyre borait. Száraz vörös borokat termelünk, bruttó 7 hektár területen, vagy 7,5, és kékfrankos a túlnyomó része, mondjuk a fele a területnek, ezen kívül Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon fél-fél hektára, Merlot van körülbelül másfél hektár, és a többi fennmaradó rész pedig Blauburger, nagyon minimális Zweigelt, meg a felmenőimtől örökölt ilyen vegyes. Hát azért neveztünk a versenyre, mert hát jó az, hogyha az ember tudja, hogy hol tartanak a borok, ugye a visszajelzések alapján, mit mondanak a bírálók, mit mondanak a meghívott vendégek. Esetleg egy-egy jó tanácsot érdemes megfogadni, hogy a jövőben mi mindenkire változtassunk, vagy milyen irányba kellene elindulnunk, és piac szerzés miatt. Hét fajta bort hoztunk, azt hiszem, javarészt fehéreket, egy száraz rozét és schillert. A mi vidékünkre ugye a fehér, ami jellemző. Én úgy gondolom, hogy azok megállják a helyüket itt a Tolnai Borvidék borversenyén. Bonyhád Varasdi ültetvényen hagyományos a zöld beltelini királylányka, Rajnai Riesling, Tevelés Aparhanton, Chardonnay, Tramini szőlőfajtákat. A borversenyen a borok közül 17 nyerte el az aranyérmet, 14 kapott ezüstérmet, és 4 nyerte el a bronz minősítést.